Február 15-én Baracs és Nagyvenyim település között kigyulladt egy háztető szerkezete. A körülbelül 50 négyzetméteres téglaépület padlástere és palafedésű teteje teljes terjedelmében leégett. A tűzesetben személyi sérülés nem történt ugyan, a családnak viszont szinte mindene megsemmisült. Fél tízkor kezdődött el az egész dolog, amikor mentem föl, és akkor vettem észre, hogy egy nagy durranás volt. Egyszer csak lengeborult a nagy füst. Én fönn voltam, és akkor jöttem le, fél nyolckor, mert nagy országokkal töröttem. Kik voltak akkor még a házban, amikor ez történt? Hát a mama az anyósom, aki nem volt itt, a férjem az dolgozott. És a szomszédommal értesítettem a Tomit, lengyel Tomit, fél tízkor. És akkor ő jött át segíteni? Igen, jött át. Gázpalackot kivették, meg a Jagadics János segített. Nekünk ott veszett föl minden eléget. Porszívótól kezdve minden. Házi mozi, tévé, ágy is, takaró, minden. Leégett. Még egy kiskutya is volt fönt, a kis sajnos vak volt. Hát egy huppanást hallottunk, mondtam a menyemnek, hogy menjél gyorsan föl, nézd meg, nem a kiskutya csinált valami rosszat. Főment, én is mentem utána azért, és akkor már jött a nagy füst ki, és akkor nagy buh, aztán már is égett minden. Lángba robbant a tető, és leégett minden ott. Egy közelben tartózkodó férfi, Jagadics János figyelt fel a lövésszerű hangokra, majd a hatalmas füstre. Azonnal sejtette, hogy gond van, ezért autóba szállt és a helyszínre sietett, ahol a tulajdonost meglátva arra próbált választ kapni, hogy van-e valami a házban, ami még nagyobb kárt okozhat. Így szerzett tudomást a gázpalackról, amit azonnal kihozott az épületből. János segítsége azonban nem merült ki ennyiben, mindent megtett annak érdekében, hogy a lehető legtöbb segítséget nyújtsa és szerezze meg a pórul járt családnak. Így aztán szépen lassan olyan összefogás alakult ki, amelyre senki sem számított. Úgy indult a dolog, hogy a Facebookon olvastuk, hogy ez a házikó leégett, és ugye ott meg volt osztva, hogy villamos tűz által, és akkor ugye a szemünk fel is csillant ezen egyből. Hát láttuk, hogy segítséget keresnek, sok minden kell, mi a villamos részét el tudjuk vállalni frissen végzett villanyszerelőként. Próbáltunk mindenkit, akit tudunk a segítségre hívni, így az iskolából egy tanárt is tudtunk, meg a mindenki, aki igazából a környékünkön villamossággal foglalkozik, segítőkész. Anyaggal úgy nézünk ki, hogy segítséget kaptunk a Dunavárosi egyik üzlettől, az Optimavil-től. Ruszoljavis Balázs az anyagot tudja nekünk biztosítani, ami a házikóhoz kell. Így tulajdonképpen, hogyha a háztető felkerül, akkor az áramellátást tudjuk biztosítani. Onnantól kezdve igazából a munka is könnyebben fog haladni, és hát akkor utána már csak a ház belseje, ami még várat magára. Pontosan milyen munkákat kell majd megcsináljatok? Mennyire rossz a helyzet? Tulajdonképpen a háznak a villamos hálózata az teljesen tönkrement, de a háznak a nagy része is, a tető is. És a háznak a megtáplálása is. Tulajdonképpen most ez az egész telek nem kap áramot, ezt nekünk újra ki kell építeni a jelenlegi szabvány szerint, és utána, miután megvan az összes fal és a tető, és nem ázik, akkor onnantól kezdve pedig az épület belső részének a villamos hálózatát kell kiépítenünk. A Dunafer szakgimnázium és szakközépiskola igazgatója elmondta, az nem is volt kérdés, hogy az ügy mellé állnak-e. Mint tudjuk, az élet a legnagyobb rendező, és amikor a káreseményről hír keletkezett a közösségi médiákban. Egy volt diákunk, aki felnőtt képzésben vett nálunk részt az elmúlt években, felajánlott a segítségét csapatával, hogy akkor ők jönnének és ebben segítenének, hogy itt minél inkább és minél hamarabb megtörténhessen a kárelhárítás és az újjáépítés. Viszont a munkálatok során szembesültek azzal is, hogy kell regisztrált villanyszerelő is a munkálatokhoz, és itt került képbe egy volt tanáruk, akiről tudták, hogy ezzel a képesítéssel rendelkezik, megkeresték, hogy tudna ebben segíteni, és természetesen tudott volna segíteni, és amikor tovább beszélgetek erről a dologról, akkor szóba került az is, hogy a most felnőtt képzésben nálunk lévő hallgatók kijöhetnének terepgyakorlatra, mert ugye azért itt nagyon sokat tudnak tanulni abból, hogy hogyan kell a semmiből valamit létrehozni, és felajánlottuk azt, hogy akkor a
hallgatók, hogyha diákok, hogyha ebbe beleegyeznek, hogy ők ezen részt vegyenek, akkor mi őket természetesen kihelyezzük ide gyakorlatra, biztosítjuk hozzá az oktatói jelenlétet, és ők tanulhatnak, segíthetünk, és így alapvetően mindenki jól jár. Mit szóltak ehhez a diákok, a tanulók? Kérdés nélkül jöttek és segítettek, az emberek alapvetően jó indulatúak. Varga Istvánné, amellett, hogy nyilván nagyon szomorú, hisz egy életmunkája néhány pillanat alatt ment tönkre, hálás, amiért teljesen idegen emberek fognak összeértük. Nagyon örülünk, és más nem tudok mondani, és nagyon köszönök mindenkitől, aki segített eddig is nekünk. Az nagyon jót tett, és megható volt, mert sokan idehozták személyesen, és valahogy én idősnő létemre ez egy csodálatos, megható volt, hogy ennyire segítenek, vannak emberek, akik képesek ilyenre. A családnak minden egyes tagja reggeltől estig a ház melletti teendőket végzi, és segít azoknak az embereknek, akik összefogtak annak érdekében, hogy a leégett épület ismét minél előbb lakható legyen.